Sziasztok, ez egy kérdés-felelek videó. A rajongók kérdésére szeretnék nektek válaszolni. Kiválasztottam a legjobb kérdéseket, tehát amire lehet normálisan válaszolni. Jöjjön hát az első kérdés. Gábor kérdezi, mikor lesz új zenehéti Barnabite? Pontosan nem tudom, közel jövőben igen lesz új zenehét. Tervezzük ezt az egészet. Majd ez legyen meglepetés. Kitty kérdezi, ismered Molnár Krisztina? Igen, ismerem, egy fasz a gyerek. Ennyit mondok róla. Béla, Jamaikát miért rúgtad ki a V-stúdióból? Hát azért rúgtam ki a V-stúdióból, mert egy szemtelen, egy lopos gyerek volt. A saját társát meglopta. Nem is egyszer lopott már. Szerintem jogosan rúgtuk ki. Többet ide ne is jöjjön, nem érdekel. Mi lesz vele? Gamer Anna kérdezi, van számítógép, és ha van, akkor milyen? Igen, van számítógépe, középkategóriás, igen, szoktam játszani, tehát ha van rá időm, zenélés mellett. Négy magos processzora van, AMD Atom X460K-s FM2 pluszos processzor, tehát akkor az FM2 az alaplap is. DDR3-os 2x4 GB RAM, Kingston HyperX Huron 1860 MHz-es. 2 gigás videókártya, AMD Radeon R7-370-et, DirectX 12-es. Jó kis kártya, meg vagyok vele elégedő. Van egy 600 voltos tápló. Sigmatek, moduláris táp. 120 gigás SSD-n is van. Meg egy terabájtos Winchester, Western Digital. Blue 2200 RPM-es. Jó képét, nem vagyok fel elégedő. Jöjjön a következő. Sándor Viktor. Vajon ki ez a gyerek? Mintha ismerném. Mi lesz az új lemezet címe? Szerintem legyen meglepetés. Majd meglássátok. Varga, Mr. Buda és Barnabit zene mikor lesz? Hát ezt az egészet ők tudják. Csinálják ők, hogy akarják. Már olyan sokat nem segítek nekik. Hogy ők szeretnék, úgy csinálják. Nem tudom, hogy mikor lesz. De közeljövőben talán lesz. Dolgoznak rajta. Fekete Zoli, mit vársz ezen az egész rappeléssel? Azt várom, hogy egyre jobb legyek, feljebb jussak, jobb zenék legyenek. Tehát fejlődni akarok. Szeretem ezt csinálni. És szeretnék mindent beleadni. Kimra kérdezi, iskolába jársz, vagy már dolgozol? Iskolába nem járok, igen, dolgozom. Mezőgazdasági szakmában, agrárról. Ezt is szeretem csinálni. Jó kis munka. János, nagyon köszönöm, hogy vagy. A zenéid minden nap erőt adnak az életbe. Köszönöm szépen ezt a biztatást. Megy neked a peace. Sok erőt, egészséget, tesó. És mindenkinek, aki néz engem, meg aki hallgatja a zenéimet, és szeretnek, és azoknak is, akik nem érdekel. Miki kérdezi, mi a véleményed a faggyűlöletről? Ez egy nagy fasság ez az egész, szerintem. Nem a bőrszintől számít, hogy milyen az életé, hanem a személyiségétől, hogyan nevelkedett, hogy nevelték fel a szüleit, miket tanult, miket tanítottak neki. Olyan a gyerek, amin a szülő szerintem nagyjából ennyi,
vannak barna színű barátaim, úgymond én is félvér vagyok. Van olyan cigány gyerektesom is, aki normális, rendes, vannak kivételek, vannak normálisak is. Csak simán Géza kérdezi, mi a kedvenc színed? Te kedvenc színem? Fekete, fehér, talán még a kék, vagy a zöld. Elsősorban a fekete, fehér, így. Fekete, fehér, mint régen a tévék. Szalám is kenyér kérdezi, Isten védi ember? Hát, pontosan nem tudom, de nem tudom. Hogyha van Isten, én nem úgy hiszek benne, ugyan a legtöbben. Úgy hiszem, hogy az Isten az egész minden, a világegyetem. Nem úgy, hogy lejött a földre, és úgy néz ki, mint a legtöbb ember. Nem az ember formájára terül. Az ember saját képére teremtette az embereket, mert ezt egy másik civilizáció is elmondhatna, mondjuk földön kívül feltéve, hogy van máshol, vannak életformák mondjuk, és értelmes civilizáció. Ugyanúgy az ő képükre is teremtette az Isten. De ez nem így van szerintem. De nem tudom, én úgy vagyok vele, hiszem, ha lehet inni. Ezt nem látni kell, hanem érezni. Hogy már látni nem lehet. Hát, jó kérdés ez. Fanny kérdezi, van kis kutyád? Hát most nincs, volt régen, de sajnos elhűlt, de szeretnénk egyet. Noémi, mi szoktál bulizni? Nem bulizni, nem szoktam, csak buliztatni. Én így szoktam csinálni. Webboy kérdezi, szoktál izgulni fellépés előtt? Hát fellépés előtt igen, szoktam izgulni. Belökök egy sört. Aztán jó mindjárt, mert a felé és minden szere. És ennyi. Tehát ennyi lenne a kérdezfelelek videó. És köszönöm szépen a kérdéseket, minden sok erőt, egészséget. Peace nektek, sziasztok!